Ez a híradó itt az M1-en. Jó napot kívánok, Józsa Anett vagyok. Megkezdték a Moderna vakcinák kiszállítását a kormányhivatalokba, onnan a házi orvosokhoz viszik tovább. A tervek szerint legkésőbb szerda estig eljut a vakcina több mint 1000 rendelőbe. Csütörtökön pedig a legidősebbekkel elkezdődik a lakosság tömeges oltása. Teherautóval hozták a Moderna vakcina újabb szállítmányát a fővárosi kormányhivatalba. Egy központi, hűtött raktárba vitték, ahol ellenőrizték. Fővárosra és Pest megyére összesen 560 ampullát kaptunk. Egy ampullában 10 adag van, vagyis összesen 5600 ember beoltására elegendő oltóanyag érkezett, és hozzá szükséges eszközök, tű, fecskendő, valamint oltási igazolás. Egy napon belül mindet szétosztják fővárosi és Pest megyei házi orvosok között. Kora reggel érkezett a vakcina szállítmány Egerbe is, átvették, majd gyorsan hűtőszekrénybe tették. Több mint 1100. 60 évnél idősebb honfitársunknak az oltására nyílt lehetőség, szigorúan meghatározott rendszerint, tehát elsősorban most a 89 év fölöttiek oltására kerülhet sor a csütörtöki pénteki napon. Lezárt dobozokban hozták az oltóanyagot a győri kormányhivatalba, felbontották és alaposan ellenőrizték, mindent rendben találtak, a vakcina és a többi eszköz is sértetlen volt. A folyamat ugyanaz volt Békés Csabán. Átvették az oltóanyagot, majd hűtőbe tették. A vakcinát normál 2 és 8 fok közötti hőmérsékleten kell tárolni. Békés megyében is új szakaszához érkezett a járványügyi védekezés. A héten csütörtöktől vasárnapig mintegy 1500 magas kockázati csoportba tartozó 80 év feletti személy kaphatja meg a védőoltást. A védekezés ezen innentől kezdve már két ponton fog működni. Egyrészt a megyei oltópontokon, másrészt a házi orvosok is bekapcsolódnak a védőoltások beadásába. A vasárnap érkezett mintegy 10.800 adag Moderna vakcinát szállítják ma ki a kormányhivatalokba, onnan pedig legkésőbb holnap tovább viszik a házi orvosokhoz. Most első körben összesen 1080 praxis kap oltóanyagot, amelyet a legidősebbeknek adnak be. Ezzel elindul itthon a lakosság oltása, bár a tervezetnél lassabban. Át kellett ütemezni az oltási tervet, mert uniós forrásból ismét kevesebb vakcina jött a hétvégén. A védőoltás ingyenes és önkéntes, már csak nem 2 millióan regisztráltak a vakcinainfo.gov.hu honlapon. Csütörtökön indul a regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon és a házi orvosoknál, közölte a területi közigazgatásért felelős államtitkár. György István elmondta, annyi idős embert tudnak beoltani, amennyi vakcina van. Minden házi orvosi praxisban 6-6 embert oltanak majd be. A kórházi oltópontokon mintegy 30 ezer embert tudnak majd beoltani. Őket a területileg illetékes kórházi oltópontokra kell irányítani. Csütörtök és vasárnap közötti időintervallumban fog megtörténni ezeknek a személyeknek az oltása, tehát az a 6-6 személy, amelyet országosan minden praxisból kiválasztanak, ezeken a megyei és városi kórházi oltópontokon kapják majd meg az oltást. Megérkezett az első orosz oltóanyag szállítmány Magyarországra, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte, most 40 ezer ampulla érkezett, a következő két hónapban pedig összesen 2 millió adag orosz vakcina érkezik Magyarországra. Ez az első része az Oroszországgal kötött megállapodás teljesülésének. Ugye 1 millió ember beoltására alkalmas 2 millió ampullára kötöttünk szerződés, amelyet 3 hónap alatt szállít le az orosz fél. 578 újabb fertőzött és meghalt 78, többségében idős krónikus beteg, ez a járvány legfrissebb mérlege. Az aktív fertőzöttek száma mostanra 87.829 főre csökkent, míg az elhunytaké 12.656-ra emelkedett. Jelenleg 3.729 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. Eddig 243.000-en kaptak oltást, közülük 68.000-nél többen már a másodikat is.
Néhány településen ismét emelkedik a szennyvíz mintában a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja. Ez alapján Debrecenben és Nyíregyházan a fertőzöttek számának növekedésére lehet számítani a következő napokban. A többi nagyvárosban mérsékelt, alacsony vagy csökkenő értéket mutatnak a minták. Kemény kérdések és komoly kritikák elé nézve az Európai Bizottság vezetője a néppárti frakció ülésén. Ursula von der Leyennek számot kell adni az elhibázott vakcina beszerzésekről, de arról is beszélnie kell, hogy a múlt héten miért nem sikerült érvényesítenie az unió érdekeit az AstraZeneca gyógyszergyárral szemben. Németországban a tartományok vezetői egyeztettek Angela Merkellel a decemberben indult oltási kampány tapasztalatairól. Markus Söder bajor miniszterelnök szerint a következő hónapok legnagyobb kihívás marad az oltás. Nyár végéig valamennyi felnőttet be lehet oltani az új típusú koronavírus ellen Németországban, mondta Angela Merkel hétfőn, miután a december végén elkezdett oltási kampány első tapasztalatairól a tartományi kormányfőkkel, az oltóanyaggyártó cégek vezetőivel és a vakcina beszerzés koordináló Európai Bizottság szakembereivel folytatott megbeszélést. A német kancellár szerint továbbra is tartható a kampány eredeti célja, miszerint szeptember 21-ig a 9 millió gyermeket nem számítva mindenkinek biztosítható a lehetőség az önkéntes és ingyenes oltásra a 83 millió lakos országban. Az oltás reményt ad, de egyben bizonytalansághoz és néha csalódáshoz vezetett. Fogalmazta meg véleményét a bajor miniszterelnök az egyeztetés kapcsán. Markus Söder szerint a tárgyaláson őszintén beszéltek a helyzetről. A bajor politikus hangsúlyozta, az oltás a következő hónapok központi kihívása marad. Komoly kritikákra számíthat Ursula von der Leyen, akit ma este a néppárti frakció online ülésén kérdeznek majd a képviselők. Az egészségügyért felelős biztosnak már a múlt héten a párt nyílt elnökségi ülésén is igen kemény kérdéseket szegeztek a résztvevők. Például azt mondták, hogy az Európai Unió hitelessége forog kockán, tudni szeretnék, hogy miért kevés a vakcina, ilyen kérdéseket tettek fel, és hogy hol vannak a vakcina beszerzésekről szóló szerződések. Az európai parlamenti képviselők ezt egyébként nagyon régóta számon kérik már a bizottságon. A vakcinák uniós exporttilalma kapcsán is magyarázkodhat majd Ursula von der Leyen. A The Telegraph szombaton megjelent írása arról számolt be, hogy múlt péntek este alig több mint egyetlen óra leforgása alatt változott meg Brüsszel álláspontja az Egyesült Királyságba juttatott vakcinák ügyében. Boris Johnson 9 óra 20 perckor kérte számon az Európai Bizottság elnökén, hogy miért blokkolják a Covid vakcinák Észak-Írországon keresztül történő brit importját. Miután 9 óra 50 perckor az angol kormány egy közleményt is kiadott a telefonhívásról, éjjel 10:30-kor Brüsszel visszavonult. A The Telegraph szerint ezzel végződött az a hét, amikor Brüsszel megpróbálta elintézni a gyógyszercégeknél, hogy az EU-ból ne vigyék ki az Egyesült Királyságba a vakcinákat. Az Európai Bizottság a múlt héten kezdte meg az érdekeit érvényesíteni az oltóanyaggyártókkal szemben, miután több tagállam is felháborodottan követelte az uniós testülettől, hogy lépjen már az ügyben. Kiderült, hogy az AstraZeneca még a felét sem tudja időben leszállítani az Európai Bizottság által megrendelt oltóanyagból. A Pfizernél is ugyanez a helyzet, ott viszont annyit sikerült elérnie a bizottságnak, hogy a cég által korábban jelzett több hét várakozási idő helyett csak a szállítás lassulása várható. A tagállamok az elhibázott brüsszeli vakcina beszerzés miatt saját maguk gondoskodnak az oltóanyag beszerzésről. Németország és Franciaország is próbál unión kívüli forrásból hatékony vakcinához jutni. Magyarországon jelenleg 5 gyógyszergyár koronavírus elleni vakcinája rendelkezik engedéllyel. Azonban az uniós késlekedés miatt jóval kevesebb oltóanyag érkezett eddig a vártnál. Szakemberek azt mondják, az oltókapacitások megvannak, így ha lesz elég vakcina, akkor naponta akár 500 000 embert is be lehet oltani Magyarországon. És most nézzünk néhány európai országot, hogy ott milyen a járványhelyzet. Ausztriában jövő hétfőtől enyhítenek a koronavírus járvány miatt bevezetett szigorításokon, ismét lesz tantermi oktatás, újra nyithatnak a fodrászüzletek, a múzeumok és a nem alapvető cikkeket árusító üzletek is. Szigorítják ugyanakkor a határellenőrzéseket, és az éjszakai kijárási tilalom is érvényben marad. A kancellár arra figyelmeztetett, az enyhítés nem azt jelenti, hogy elmúlt a veszély. Ha ismét rosszabbodik a helyzet, visszaállítják a korlátozásokat.
A hétvégi bécsi zárlatellenes tüntetések után hétfőn az osztrák kormány tárgyalásokat kezdett a szakértőkkel, az ellenzék képviselőivel és a tartományi vezetőkkel a járványügyi korlátozások enyhítéséről. Sebastian Kurz kancellár kedd este jelentette be, miben állapodtak meg. Az egyik legjelentősebb intézkedés az, hogy február 8-ától újra nyithatnak az iskolák, de csak szigorú egészségügyi óvintézkedések mellett. Ez annyira jó, olyan izgatott vagyok, örvendezett egy kislány. A tantermi oktatásban azonban csak negatív koronavírus teszttel vehetnek részt a diákok. Az alsósoknak hetente két teszt kötelező, mert ők minden tanítási napon bejárnak az iskolába. Akinek nincs tesztje, az online tanulhat. A felső tagozatos diákokat ugyanakkor két csoportra osztják. Az első hétfőn és kedden, a második szerdán és csütörtökön vesz részt az iskolai oktatásban, pénteken pedig mindenki távoktatásban tanul. Teszt nélkül ők sem mehetnek be az iskolába, emellett nekik kötelező lesz az FFP2 egészségügyi védőmaszk viselése. Ilyen maszkot az üzletekben is kötelező lesz viselni, illetve korlátozzák a boltokban egyszerre tartózkodók számát. Hétfőn a nem alapvető cikkeket árusító üzletek is kinyithatnak. A fodrászszalonok pedig ismét fogadhatnak vendégeket, akik azonban belépéskor kötelesek két napnál nem régebbi negatív koronavírus tesztet felmutatni. A múzeumok és az állatkertek is kinyithatnak, de más kulturális intézmények, továbbá a szállodák és az éttermek márciusig biztosan zárva maradnak. Marad az éjszakai kijárási tilalom is este 8 és reggel 6 óra között. A kancellár egyben bejelentette, hogy már a határon szeretnék megfékezni a koronavírus mutációinak behurcolását. Meg kell szigorítanunk a határellenőrzéseket. Tudjuk ugyanis, hogy ezek a mutációk rendkívül gyorsan terjednek, ami nagy kihívást jelent számunkra, mondta Sebastian Kurz. Az óvatosság nem alaptalan. A napokban ugyanis nagy mennyiségben mutatták ki a brit mutációt egy osztrák kisváros szennyvízében. A kancellár figyelmeztetett, hogy az enyhítéseket senki se értelmezze úgy, hogy elmúlt a veszély. Mint mondta, a fertőzés számok növekedése esetén visszaállítják a korlátozásokat. Franciaországban a következő néhány napban dől el, hogy harmadszorra is el kell rendelni a teljes karantént. Tavasszal volt az első teljes zárlat 24 órás kijárási tilalommal. Ősszel a második, aztán decemberben elkezdődtek az enyhítések, de a mutáns vírusok miatt mostanra megint kritikus lett a helyzet. A részletekről Vencel Katalin számolt be Párizsból. Már múlt héten meghúzta vészrangot a kormányzat, ugye hibrid lezárásról beszélt, hagyta, hogy próbáljanak találgatni a szakértők, hogy ez mit jelent, se nem olyan, mint az első volt, se nem olyan, mint a második. Leginkább egyébként az iskoláknak a jövője, az iskoláknak a nyitvatartása a kérdés. Spanyolországban úgy tűnik, hogy a járvány harmadik hullámának tetőzése után mérséklődik a fertőzés terjedése, napok óta csökken a regisztrált esetek száma. A kórházakban azonban ez még nem érződik, sok helyen továbbra is halasztani kell a tervezett beavatkozásokat. Madridból Fehér Krisztina tudósított. Egyelőre az egészségügyi óvintézkedések enyhítése fel sem merült. Sőt, Katalóniában például tegnap újabb két hétre meghosszabbították az érvényben lévő korlátozásokat, vagyis továbbra is zárva maradnak a bevásárlóközpontok, az edzőtermek, a vendéglátás pedig kétszer-két órás idősávban működhet a reggeli és ebédidőben. Itt a madridi tartományban újabb zónákban vezettek be a szabad mozgás korlátozására vonatkozó intézkedéseket. Továbbra is folyamatosan csökken az új koronavírus fertőzések száma az Egyesült Királyságban, és egyre kevesebb a napi halálesetek száma is. Szakemberek szerint ez leginkább a lezárásoknak köszönhető, az oltások hatása várhatóan a következő két hétben érződik majd. A Szigetországban február 15-ig 16 millió embert szeretnének beoltani. Londonból Kertész Róbert tudósított. A 80 éven felül lakosságnak csaknem a 90%-a, a 70 és 80 év közötti korosztálynak több mint a fele megkapta már legalább az első dózisát a koronavírus elleni vakcinának, és ez a fő csapás iránya az egyébként nagyon ütemesen zajló nagy-britanniai oltási kampánynak. Összesen eddig 9,2 millió, közelebb a 9,3 millióhoz azoknak a száma, akik megkapták legalább az első dózist.
Új gyárat hoz létre a Hilti Szerszem Kft. Kecskeméten, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, a beruházás 7,2 milliárd forintból valósul meg, és 73 új munkahelyet hoz létre. A kormány a beruházást 1,1 milliárd forinttal támogatta. A beruházás azért is jelent különös sikert, mert a vállalat világon 120 országban van jelen. Hallhattuk, hogy 8 gyára van, és ehhez képest a beruházási döntés mégis Magyarország mellett szólt, amely nyilvánvalóan dicséri azt a mintegy 450 budapesti és kecskeméti embert, akik a Hilti két magyarországi cégénél dolgoznak jelenleg is. Az utazási szektor legszörnyűbb éve van mögöttünk, erről a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója beszélt a Magyar Nemzetnek. A cikkben Guller Zoltán úgy fogalmaz, hónapok óta háborúban állunk a vírussal, és ebben csak magunkra számíthatunk. Mint mondta, Brüsszelben csak tanácskoznak, de egyetlen olyan intézkedés sem született eddig, amely a vállalkozásokat támogatná. Hozzátette, nem jön segítség Budapestről sem. Jó lenne, ha az ellenzéki polgármesterek nem a vakcináért állnának oda soron kívül, hanem küzdenének és harcolnának a vállalkozások életben maradásáért. Az ágazattal kapcsolatban úgy fogalmazott, mivel a kormány semmit nem állított le, inkább magasabb fokozatra kapcsolt, így a támogatások segítik a cégeket és versenyképessé teszik Magyarországot. Már 8 uniós tagállamban gyűlt össze a szükséges számú aláírás a Nemzeti Régiókért indított polgári kezdeményezésben. Ha a hitelesítés után is meg lesz a kellő számú aláírás, akkor Brüsszelnek érdemben kell foglalkoznia a Nemzeti Régiók ügyével. Pesti László, az irdalá.hu kampányfőnöke az M1-en hangsúlyozta, a kisebbségi kultúráknak támogatásra van szükségük az életben maradáshoz. A cél, hogy Brüsszel figyelembe vegye a kohéziós alapok elosztásánál a kisebbségeket is. A mi kezdeményezésünk ugyanis arról szól, hogy a kohéziós alapok, ezek óriási összegek, a kohéziós alapok elosztásánál Brüssel vegye figyelembe ezeket a kisebbségeket, és a saját fővárosaik, a saját többségi társadalmuknak ad abszurdum a megkerülésével juttasson pénzt a katalánnak, a baszknak, a bretonnak, a székelynek, a dániai németnek, vagy éppenséggel az oroszoknak, vagy a számiknak Észak-Svédországban, hogy azok könyvet tudjanak kiadni, infrastruktúrát fejlesztenek, fejlesztessék a kultúrákat, a kultúrájukat, megtartassák a nyelvüket. Megrázó történet következik. Megölte élettársát egy nő Budapesten a második kerületben. Hétfő este 9 óra után érkezett bejelentés a budapesti rendőrfőkapitányságra, hogy egy második kerületi lakásban haláleset történt. A rendőrség információi szerint a lakásban egy nő megölte élettársát, majd magával is végezni próbált. A férfi a helyszínen belehalt sérüléseibe. A jelenlegi adatok szerint a Kapás utcai lakásban egy nő megölte élettársát, majd magával is végezni akart. A nőt a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították. A budapesti rendőrfőkapitányság emberölés büntet gyanúja miatt indított nyomozást. Életveszélyes manővereket hajtanak végre az autósok a körforgalomban az M44-es főúton. A sofőrök, miután rájönnek, hogy rossz irányba mennek az egyirányú úton, egyszerűen visszafordulnak vagy visszatolatnak a körforgalomhoz. A megdöbbentő felvételeket a Magyar Közút kamerája rögzítette. Volt olyan is, aki traktorral hajtott fel az autóútra, majd miután az előtte haladó sofőrrel megbeszélték, hogy rossz felé mennek, mindketten visszatolattak. A baleset veszélyes helyzetek miatt a közút szakemberei újabb figyelmet jelzéseket helyeznek ki erre az útszakaszra. Hóviharok tombolnak az Egyesült Államok keleti partvidékén, New Jerseyben és New York állam nagy részén, köztük New York városában rendkívüli állapotot hirdettek. New Jersey és Pennsylvania állam egyes területein fél méternyi hó esett. New Yorkban több mint 40 centi hullott, és a meteorológusok szerint még további 20 centiméternyi fog. A városban hétfőn szünetelt a tanítás, és elhalasztották a koronavírus elleni oltóanyagok beadását is. Az Egyesült Államok keleti részén már több mint 1600 repülőjáratot töröltek az ítéletidő miatt. Bozott tüzek pusztítanak Nyugat-Ausztráliában, már több mint 50 lakóházat perzselt fel a láng. Több száz embernek kellett elhagyni az otthonát. A tűz rendkívül gyorsan terjed a hőség és az erős szél miatt. Már több mint 7000 hektárnyi terület áll lángokban.
Hatalmas lánggal ég egy lakóház Nyugat-Ausztráliában. Már több mint 50 épületet perzseltek fel a lángok, és több száz lakónak kellett ideiglenesen elhagynia az otthonát. Sok lakóház vált a tűz bartalékává. Az előrejelzések szerint a szél hamarosan keletiről északnyugatira fordul. Az időjárási körülmények rendkívül kiszámíthatatlanok, mondta Nyugat-Ausztrália miniszterelnöke. A környéken hétfőn gyulladt meg a növényzet, a tűz pedig hamar tovább terjedt, a nagy kánikula, a rendkívüli szárazság és az erős szél miatt. Már több mint 7000 hektárnyi terület áll lángokban. Több mint 250 tűzoltó küzd a lángokkal, többen könnyebben megsérültek munka közben. Az oltáshoz hamarosan egy speciális tűzoltó repülőgép is csatlakozik. Az átalakított Boeing 737-es Sydneyből indult nemrég. Egyszerre több mint 15 000 liter oltóanyagot és több tucat tűzoltót tud magával vinni, negyed óra alatt pedig újra tölthető. Beszámolók szerint a tűztől csaknem 50 kilométerre fekvő Perthben is sűrű hamu hullik az égből. A fővárosban vasárnap óta 5 napos lezárás van érvényben a koronavírus járvány miatt. A múlt héten ugyanis 10 hónap után találtak egy fertőzöttet az államban. A hatóságok azt mondták a lakóknak, hogy aki veszélyben érzi magát, az elhagyhatja az otthonát, és a legközelebbi evakuációs központban kereshet menedéket.